12 éven aluliak számára nem ajánlott. Higgyel nekem, hogy én és a lánya Barbara nagyon szeretjük egymást. Nem vagy szép. Egyáltalán nem vagy szimpatikus. Nem vagy gazdag, és még a tetejében olasz is. Rosszabb, római. Ó, az rosszabb? Viszont arra gondoltam, hogy meghívom néhány volt iskolatársam. Na ne! Giovanni! Eltelt 20 év, és ugyanaz az arc. Igen. Barom arc. Szívem, nem utaz bennek a rokonszenves baráti társaságnak. Mindenben és mindenre a vendégei vagytok. Tetszik? Mi az, hogy? Te nős vagy, ugye? Mi van? Az ügyvéd. Kapaszkodj meg. Csirikben vagyok. Te nős vagy! Hát tragédia! Mi történt? A feleségem épp erre tart! Giovanni! Drága szerelmem! Szerintem tetszel neki! Ne. Elvarázsoltad! Hagyjál már, hogy én ne tetszem egy férfinek, ha ne hülyeskedj! Szia, drágám, megjöttem! Szia, de sem egy csókot! Összekeverte a bőröngyét az enyémmel. Jöjjön csak be! Kis csokoládé, pici pesgő! Az lesz Daniele villája! Mekkora ingatlanadót fizet? Rám egy inge gatyája. Egy borzalom, 22 óra utazás. És akkor mit szóljak én? Nekem beizzadt a seggem. Először is abszolút, de abszolút tilos a randa beszéd, a disztóvicc, a böfögés és a meteorizmus. Meteor, micsoda? Barbara! Igen, drágám? Gyere, bemutatom a barátaimat. Ki ez a ribanc? Hé, szép fiú, vegyél gyorsan vissza egy kicsit. Már megbocsássatok, de mit csináltok? Hová mentek? Leszálltak a tökünkről, menjünk, szórakozzunk egy kicsit. Ne, Peter, ne nyújkálj, én holnap nősülök. Van személyzeti kijárat? Kifele! Dögölj meg, megőrültél, he? Kóstold meg a virslit, félelmetes. Látom, maga nem fél a koleszterintől. Koleszterin az infarktus legfőbb okozója. Megtenne egy apró szívességet? Hogyne? Megvakarná egy kicsit a tököm, mivel a kezem tele van. Hogyan? Ezeknek mi bajuk van? Neveletlen!